Köszönöm szépen. Először is tisztelettel köszöntöm a Lászlókat, polgármester urat, Horváth László urat, és gondolom a hallgatóságban még többen vannak. Kár, hogy a mai szülők egyre kevésbé választják ezt a gyönyörű szép nevet, hiszen Szent Lászlóhoz kapcsolódik, és az a küzdelem, amit itt Heves megyében, akár Egerben Lászlók tettek, és tesznek, remélem a jövőben is, az mindannyiunkat erősíteni fog. Jó néhány évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, pont az Egri várban olvastam a múzeumi kiállításon egy olyan történetet, hogy az Egri pasa, tehát török megszállás alatt már, kapott egy üzenetet a császártól, hogy érkezik a császár követe, és fogadja. És ezt követően a pasa az elrohant fűhöz, fához, hogy keressen magának egy török tolmácsot, mert annyira magyarosodott, és annyira már csak magyarul tudott beszélni, hogy igazából a török nyelvet csak törte. Remélem, hogy az a néhány gondolat, amit önöknek elmondok, ahhoz nem kell majd tolmács. Nagyon nehéz, meg nagyon összetett terület, ami valóban az idősek ellátását, az idős korban való változtatásokat, nyugdíjas és a nyugdíj számítást átöleli és fölöleli, de remélem, hogy azért az, amit én elmondok önöknek, az érthető lesz, és nem járok úgy, mint a török basait Egerben annak idején, hogy tolmás kell hozzá, és majd fordítani kell utána a szavaimat. Ha megengedik, ahogy Zsolt barátom is mondta, képviselőtársam, egy picit érdemes a múltról is beszélni, már csak azért is, mert az ember feledékeny. Hála Istennek az emberi természet az olyan, hogy a rosszat az sokkal könnyebben elfelejti. Ha nem így lenne, azt hiszem még nehezebb lenne az életünk. De azért érdemes a múltra is emlékezni egy kicsit, a közelmúltra csak azért, mert egyrészt mi feledékenyek vagyunk, illetve fölnőtt az elmúlt években egy olyan korosztály, akik meg nem is tudják, hogy mit műveltek itt eleink, hogyha nem is őseink, mert az ellen tiltakoznék. Utána beszélnék a megtett intézkedésekről, amit most már ez a kormány az elmúlt lassan több mint 3 évben megtett, és akkor legvégén pedig az eredményekről, hiszen erről is kell, hogy beszéljünk, és büszkék kell, hogy legyünk. Mindenképp érdemes fölidézni, szerintem sokan emlékeznek rá, hogy 2002-ben a szocialisták, hozzáteszem mindig a kedvenceimet az SZDSZ-szel közösen, liberálisokkal közösen, hogyan nyerték meg a választásokat. Az egyik legnagyobb ígéretük az volt, és hozzáteszem persze a legnagyobb hazugságuk is az volt, hogy miután az akkori első Orbán kormány 19 ezer forintot állítólag elvett a nyugdíjasoktól, ezt ők majd visszaadják. Többszörös hazugság volt, és többszörös ígéret is maradt ez, hiszen egyrészt, amit 19 ezer forintot odaadtak valóban a választások után, azt abból a pénzből adták oda, amit mi egyébként megsporoltunk, és teli kasszát átadtunk nekik. A másik pedig, hát az volt az ígéretük, hogy beépítik mindezt a nyugdíjakba, és nem egy egyszeri pénzosztás lesz, hanem beépítik, és nyilván ennek megfelelően a nyugdíjak is magasabb értékbe kerülnek, magasabbak lesznek. A másik ígéretük meg ez a 13. havi nyugdíj volt. Ott is elfelejtették azt a csalafintaságot elmondani, hogy nem azonnal vezetik be, hanem évről évre, hetente vagy évente egy hetet emeltek, majd mire végre eljutottak a 13. havihoz, addigra utána mondták is, hogy a kassa az kiürült, vagy kiürítették, fogalmazunk így, és ennek a következménye az lett, hogy valóban, ahogy képviselő úr is elmondta, a 13. havi nyugdíjat később megszüntették. Most volt még jó néhány olyan ígéretük, amit részben teljesítették egy időn keresztül, majd amikor már kiderült, hogy katasztrofálisan kormányoznak, iszonyatos volt, amit tettek, akkor ezeket vagy visszavették kétszeresén, háromszorosán, vagy pedig hát azért elverték az embereken. És valljuk be, igaz az, hogy 2003 és 2000 között a nyugdíjas fogyasztói kosár szerinti reálértéke változása a nyugdíjaknak, az meghaladta a 20%-ot, 20,1% volt, ez igaz. És akkor jött a következő időszak, aminek ugye már az egyik nagymester egy Gyurcsány volt, a másik utána
amikor ilyen rulett játékon keresték először a miniszterelnököt, majd utána a pénzügyminisztert, nem tudom, hogy emlékeznek erre az időszakra, ezt is mindenki elfelejti, amikor már talán a Express újság már nem volt akkor, de hirdetési újságokban adtak fel hirdetést, hogy szocialista, SZDSZ-es miniszterelnök kerestetik, és akkor jött Bajnai. Ők ketten voltak azok, akik 2007 és 2010 között ezt a nyugdíjas vásárlói kosár szerinti reálérték változást, mínusz 8,5%-kal teljesítették, tehát 8,5%-kal csökkent a nyugdíjaknak a reálértéke az ő második kormányzásuknak az idejében. És mindez persze úgy tették, hogy nem elég az, hogy azok az ígéretek, hozzáteszem, hazugságok, amelyek elhangzottak 2002-ben, majd 2006-ban, azok vagy nem valósultak meg, a hazugságok igen sajnos, vagy pedig hát visszavettek belőle egy sor döntéssel, de hozzá kell tenni, hogy az ország 51-néhány%-os eladósodását fölvitték 81-néhány%-ra. És talán ez az egyik legnagyobb bűn, hiszen a gyerekek, unokák és a dédunokákra terhelték azt a költséget, az ő életüket terhelték meg olyan plusz költségekkel, amelyeket addig 2-3-4 évig választási sikereik érdekében ki akartak szórni. És ezt meg is tették. És ez hatalmas nagy bűn, mert aki mondjuk nagyszülő, és én ismerem édesanyámat, most már csak sajnos egyedül ő él, de látom, hogy ő az unokáiért még mindig mi mindent megtesz. És ismerem azokat a nagyszülőket is, sokszor beszélgetek velük idős otthonokban is és máshol is, akik a viszonylag alacsony vagy kevés nyugdíjukból is, és mindig félretesznek néhány 100 forintot vagy néhány 1000 forintot, hogy az unokáiknak valami ajándékot vásároljanak. Tehát ők nem azt nézik, hogy ők mit kaphatnak még, hanem mit adhatnak még vissza a családnak. És pont az ellenkezőit tette a baloldali gondolkodás, eladósította az unokák, dédunokáknak a nemzedékét, és olyan hátránnyal indulnak neki az életnek, olyan plusz teherrel indulnak neki az életnek, amire gondolom ők nem számítottak. És azt hiszem, itt különbözteti meg, és ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, nagyon oda kell erre figyelni, hogy mi a felelős kormányzás, mi a handabandázás, amiről volt is szó itt néhány perccel ezelőtt, és mi az, amelyik teljesen osztogató, sőt mondhatnám azt, hogy fosztogató kormányzás közötti különbség. Mert felelős kormányzás az az, hogy mindannyiunk adófizető pénzéből, mindannyiunktól befolyt járulékokból és adókból, hogyan gazdálkodik egy kormány. Mindannyiunk közös vagyonából, amit felhalmoztak eleink, lehet, hogy 100 éve, 200 éve vagy 30 évvel ezelőtt, mindegy, akár még a szocialista időszakban már, mint a kommunizmus ideje alatt, ezzel a vagyonnal hogy gazdálkodunk. És nem elég az, hogyha az 50%-ról fölvitték 80 fölé az ország eladósodását, még emellett mindent eladtak, ami mozdítható volt. Szinte mindent, a repülőtértől kezdve, még korábban a közművagyon, az összes gázszolgáltató, összes áramszolgáltatót is mindent, aminek egyébként a következményeit most szenvedjük el. Ezért van az óriási nagy küzdelem részünkről, és ezért nagyon fontos az a küzdelem, ami a rezsicsökkentéssel most elindult ezekkel a szolgáltatókkal adott esetben, mondhatnám, hogy szemben. Hiszen ők csak vinni akarják érthető módon persze a nyereséget kifele, akár anyacégeikhez, akár pedig az itteni megalapított cégekhez. És éppen ezért nekünk az elmúlt 3 évben, ezen a területen is, a nyugdíjasok területén, az idősek területén, és minden olyan ellátás területén, amelyet az adófizetők pénzéből tartunk fent. Nem a kormánynak van erre pénze, nem néhány száz embernek a pénzéből beszélünk, vagy település pénzéről, hanem az adófizetők pénzéből összeállt hatalmas nagy pénzmennyiségről. Ezt meg kellett nekünk nézni, hogy tudjuk ezt megőrizni, hogy tudjuk fenntartani a nyugdíjakat, és hát hogy tudjuk továbbadni a következő nemzedéknek, nemzedékeknek. Éppen ezért néhány olyan megtett intézkedésről, amelyek nagyon fontosak voltak, amelyek sokszor fájdalmasak voltak, még nekünk is iszonyatos nehéz volt kimondani
az igent, hogy az irányba el kell menni, a jövőnek, vagy pedig hát a közeljövőnek a fenntartása érdekében, erről néhány gondolatot hagy mondjak el önöknek. Az első ilyen volt a kötelező magánnyugdíj pénztárnak a megszüntetése. Nagyon fontos hangsúlyozni, és mindenki, akivel vitába száll bárki, hogy hát ezt mi államosítottuk, elvettük a nyugdíjpénztár tagoknak a pénzét, ez egyszerűen nem igaz és hazugság. Már csak azért is így van ez, mert kötelező, ez a kulcsszó. Európában nincs olyan magánnyugdíjpénztári rendszer, amit itt Magyarországon bevezettek, hogy kötelező. Azaz egy dolgozónak a nyugdíj befizetésének a nagy részét magánvállalkozásokhoz, magánkasszákba, magánpénztárakba irányították át. Egyébként úgy, tehát a trükk az volt érdekes módon, hogy az állam szedte be, az állam tartotta nyilván, a hasznot pedig lefölözték ezek a pénztárak. És mindemellett pedig a tetézte a bajt, és tetézte a felelőtlenséget a következő dolgok is. Egyrészt az, hogy évente egyre nagyobb mértékű volt emiatt a nyugdíjkasszának a hiánya. Egyre több pénzt kellett a nyugdíj kifizetésekhez betenni az adóbevételek más területéről. Amikor átvettük a kormányzást 2010-ben, akkor már 2500 milliárd forint vándorolt át, mondhatom így, hogy magán, multi vagy bármilyen más zsebekbe. 2500 milliárd forint, iszonyatos összeg. És hogyha folytatódott volna tovább, ezt képviselőtársaimnak is mondom, érdemes ezt a számot megjegyezni, 2014 végig, miután emelkedett egyre inkább ez a évente a hiány, 1600 milliárd forint hiányzott volna 2014 végig, 2010 és 2014 között, ennyivel halmozódott volna tovább ez a hatalmas nagy kiáramlás. És ennek a következménye egyértelmű, fenntarthatatlan lett volna a nyugdíjrendszer, hiszen 400 milliárdot egy évben, 430, 460 és így tovább, ekkora összegeket lehetetlen képtelenség máshonnan kivonni a gazdaságból, képtelenség mondjuk az egészségügytől, az oktatásügy vagy a szociális terület más területéről kivonni, azért, hogy a nyugdíjrendszert fenntarthassuk. És hát tetézték tovább a bajt azzal, hogy igazából semmiféle biztosíték nem volt arra, hogy ezek a nyugdíjszervezetek vagy pénztárak 10-15-20 év múlva meglesznek. Semmi biztosíték nem volt arra, hogy mondjuk 20 év múlva, 10 év múlva azt mondjuk, hát sajnos volt egy világgazdasági válság, sajnos becsődölt a nyugdíjpénztárunk. Egyetlen egy biztosíték volt a magyar állam mögötte. Miközben hasznot elviszik. Miközben egyébként a befektetések egy részéből magyar államkincstárjegyeket vásároltak, tehát mondhatnám azt is, hogy duplán viszik el a hasznot, mert arra még ugyan még a magas hozamot is szépen lefölözték. Tehát hihetetlen történet összességében nagy trükk, mondta valaki azt is, hogy ügyes. Amikor hazajön valaki a magyar repülőtérre, és akkor bedobja, van ez a kis kocsi a csomagoknak, és a bedobja az egyik százast, nem indul, nem tudja kinyitni, akkor bedobja a másik, nem tudja két, és utána a harmadikra azt mondja, ügyes, nagyon ügyes. Hát ez egy, ehhez képest persze itt egy sokkal nagyobb rablásról volt szó, és egy harmadik gondolatot itt hagyjam mondjak el önöknek, hogy átverték egyébként a bekényszerített embereket is. Nem magámtól mentek oda, átverték őket, ugyanis a következő volt a szabályozásban, 70%-a volt csak biztosítva számukra az állami nyugdíjrendszerből, és a többit egészítette volna ki majd annak idején, ha egyáltalán megmarad a pénztár, a magánnyugdíj pénztár, a magánnyugdíj pénztári befizetés. Magyarán, ha megszűnik, akkor 70%-át kapták volna jogos, egyébként annak idején kiszámítandó nyugdíjuknak azok a pénztártagok, akiket ide bekényszerítettek. Folytatva azokat a lépéseket, amelyeket meg kellett tennünk, a második nagy terület az a korai nyugdíjaknak a szűkítése, hozzáteszem nem teljes mértékben, de lépésről lépésre a megszüntetése.
mindenki tudja azt is, hogy és ismert olyan embereket. Talán itt is vannak a teremben, és ezeket nem is tudom hibáztatni. És senkit sem akarunk utólag bántani. De a lehetőség megvolt arra, hogy akár fegyveres korai nyugdíjasként, akár bármilyen más területen, jóval korábban, mint azt a nyugdíj korhatár egyébként engedte volna, sokan elmentek nyugdíjba, majd utána valami ilyen-olyan módon tovább foglalkoztatták őket. Most itt nem a csalásokról beszélek, félre ne értse valaki, hanem lehetőség volt erre. Na de ez egy olyan hatalmas nagy létszámot érintett, 260 ezer embert érintett, és 260 ezer, tehát több mint 4,25 millió emberről beszélünk, akiknek előre ki kellett fizetni, amíg egyébként mondhatom így csúnya szóval meg sem termelt, vagy elő sem állított nyugdíját. Nem bírja el az ország, pláne akkor, amikor nagyon kevés ember dolgozott, nem feketén, hanem fehéren az országban. És hát ehhez még kapcsolódott egy másik hatalmas nagy rendszer, szintén mondhatnám a korai nyugdíjak rendszeréhez, a rokkant nyugdíjrendszer. 2010-ben még 500 ezer ember volt ebben a rendszerben benne. 500 ezer, ez kétszeres az európai átlagnak, kétszeres a Szlovákiának. Egyszerűen fönntartatatlan. Irreális. Mindenki tudta, hogy ez vagy munkaerőpiaci problémákat oldott meg, vagy mást. Mástól ne beszéljünk, mert sajnos itt Egerben is volt 2 évvel ezelőtt emiatt baj, vagy 2,5 év ezelőtt. És nyilván nem tisztem, és nem is akarom azokat megítélni, akik ebben negatívan léptek a múltban, na de hát mindannyiunk közös pénzéről van szó. És hogyha máshonnan elveszünk, akkor oda, ahova valóban kell, akik valóban megdolgoztak érte, akik valóban elérték a nyugdíjkorhatárt, azoknak nem tudjuk kifizetni, vagy pedig a nyugdíjat, vagy pedig olyan lépésekre kényszerültünk volna, amit nem akartunk megtenni, miszerint mi is tovább csökkentjük a nyugdíjaknak az értékét, úgyhogy megtörtént, ahogy mondottam, az előző időszaknak a végén. És hát volt egy harmadik lépés is, amit mindenképp meg kellett tennünk, erről Zsolt képviselő úr barátom már beszélt, az a nyugdíjak adóztatása. És a trükk az volt, megint csak tisztelt hölgyeim és uraim, hogy belerejtették ezt egy olyan jogszabály környezetbe, amit, hogyha időben nem veszünk észre, akkor 2013-tól bruttó nyugdíjakat állapítottak volna meg, és a bruttó nyugdíj megállapításhoz adódik egyértelműen, hogy utána adóztatni kell. És ami elképesztő, itt a városban is van egy szocialista képviselő, volt szociális területtel foglalkozó emberke, kiállt, és tele szájjal elkezdte azt kiabálni, hogy mi meg akarjuk adóztatni a nyugdíjakat. Biztos, hogy van elég vastagbőr mindenkinek a képén, aki ilyet megmert tenni, na de hát ők akarták ezt behozni. Az ő jogszabályuk volt. És hát amikor mi jeleztük, hogy köszönjük szépen, de mi pont eltöröljük azt a döntést, amit a szocialisták korábban meghoztak, még akkor is a parlamenti vitában folyamatosan ezt hangoztatnak. Tehát ez volt egy olyan harmadik nagy lépés, amit mindenképp meg kellett tennünk. Ezeknek a nagyon nagy lépéseknek, amiről erről beszéltem, az eredményeképpen az, hogy a kötelező magán nyugdíj pénztár, még egyszer mondom, Európában egyedülálló ránk kényszerített, multik által ránk kényszerített rendszerét, hogy megszüntettük, ez biztosítja azt, hogy ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat, a reál értékét meg tudtuk erőzni, és mindenképp megvan az a kellő forrás, amely mi minden évben ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat. Ez a legfontosabb. A másik eredmény az, hogy a korhatár előtti nyugdíjaknál az előbb említett 260 ezer főről most már csak 160 ezeren vannak korhatár előtt. Óriási nagy szám. Óriási. Egy kicsit valaki fejben tud számolni. 100 ezer embernél ez óriási nagy megtakarításokat jelent, ezt ki kell mondani, de ez nem szégyen, ez egyáltalán nem bűn, hanem még egyszer hangsúlyozom, hogy mindazok érdekében van, akik egyébként befizetőként jogosan adják át a pénzüket, vagy pedig át kell adniuk adók és járulék formájában, és mindazok, akik pedig rászorultak a támogatásra. A rokkant nyugdíjrendszer átalakítása során a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás
444 ezer ember maradt, magyarán közel 55 ezer emberrel kevesebben vannak a rendszerben. És ez annak köszönhető egyébként, hogy a felmérésekre sokkal jobban odafigyelünk. Évente több mint 10 és 20 ezer emberrel, első évben 10, második évben már 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek egyáltalán új vizsgálatra, mert sokan érezték azt, hogy ez nem megy tovább. Az a szám, amit előbb mondta, hogy kétszerese a rokkantnyugdíjasok száma az unió, vagy bármilyen más közeli országoknak az átlagához, ez nem mehetett és fenntarthatatlan. És hát a harmadik ígéretünk pedig, és ami eredmény mindenképp, az a nyugdíjak értékállóságának a megőrzése. Minden évben megtörtént az elmúlt kormányzati, vagy ebben a kormányzati ciklusban, sőt, hogyha így megy tovább ez az év, a idei 5,2%-os nyugdíjemelésnek reál érték változása is lehet, hiszen ha csak azt nézzük, hogy most májusban a nyugdíjas fogyasztói kosárnak a mértéke 1,8% volt, akkor ez mindenképp segítséget jelent. És ehhez hozzátesszük azt a törekvésünket, amiről képviselő úr szintén beszélt, miszerint a rezsicsökkentés az nagy mértékben segíti a háztartásokat, akkor ez még inkább visszahat az idős emberek életére. Egyetlen egy olyan korai ellátást nem, hogy őriztünk meg, hanem vezettünk be, amely nem volt eddig a rendszerbe, de mégis társadalom filozófiai, társadalom szemléleti szempontból nagyon fontos, ez pedig a nők 40 nyugdíja. Itt egyrészt azt szerettük volna jelezni, hogy mindazok az édesanyák, akik valamilyen oknál fogva nagyon korán, akár 16 éves korban, 17 éves korban bele voltak kényszerítve a munkába, vagy pedig olyan élethelyzetük volt, illetve emellett még gyermeket vagy gyermekeket is vállaltak. Ők 40 éves munkaviszony, de még egyszer hangsúlyozom, beleszámít az anyaságnak évei bizonyos gyermekszámig, 40 év után elmehessenek nyugdíjba. Annyira sikeres volt ez a döntésünk, mi se számítottunk ekkora sikerre, hogy most 2013 májusában már 94 ezeren veszik igénybe a nők 40 nyugdíjat. Mindenképp nagyon fontos volt. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindehez a sok-sok lépéshez, amelyek főleg anyagi természetűek, főleg jogszabályi természetűek, amelyeknek eredményeképpen egyébként is itt a fiatalabb korosztálynak mondom, hogy nem csak kötelesség, nem csak szükséges befizetni mondjuk a járulékokat, de érdemes is, mert az mostani előre számítások szerint 25 év múlva is fenntartható a nyugdíjrendszer, feltéve, hogyha a gazdaság az változatlanul rendben van, nem csak Magyarországon, szerte a világban. Ez nagyon fontos. Mert az a bizalom meg kell a fiatalabb korosztály fele, hogy ne legyintsenek, hogy úgyse lesz nekem nyugdíjam. Az előre számítások azt mutatják, hogy 25 év múlva körülbelül ugyanannyian fognak dolgozni arányaiban, mint most, és ugyanannyian lesznek nyugdíjba körülbelül 25 év múlva, mint most. Tehát fenntartható lesz a nyugdíjrendszer. Ez egy óriási nagy feladat volt, és óriási nagy munka előzte meg. De mindahhoz, hogy azért az időseknek az életét, nyugdíjasoknak az életét ne csak pénzügyi oldalról nézzük, ne csak a gazdasági vagy a jogszabályi oldalról nézzük, nagyon fontos volt, hogy azért olyan lépéseket is megtegyünk, amelyek társadalomnak a szemlélet formálását is segítik. Nem mindegy, hogy mondjuk tényleg egy fiatal, aki valamilyen oknál fogva ellenszenvesnek tartja az időseket. Valamilyen oknál fogva otthon nem tanították meg az idősek tiszteletére, becsületére, szeretetére, azokban mégiscsak alakuljon ki valami más szemlélet, gondolkodás, hiszen egyrészt az ő szüleiről, nagyszüleiről, dédszüleiről is van szó, másrészt pedig nekik is kell tudni, hogyha az egészségi állapotuk olyan, meg fogják élni ők is azt a kort. És nem mindegy, hogy utána ők mit kapnak vissza ugyanattól a fiatalabb nemzedékektől, nem mindegy, hogy ő milyen szemlélettel viszi tovább az életet. Éppen ezért indítottuk el az idősbarát önkormányzati díjat, óriási nagy sikere van. Éppen ezért támogattuk tavaly a kortárs pályázaton keresztül több mint 700 idős klubnak kirándulását, helyi programját, olyan programokat, amelyek erősítik az ő közösségüket. Ezért támogattunk olyan programokat, amikor egyébként szerte az országban idős emberek, főleg nyugdíjas klubokhoz, de olyanok, akik aktívak, és akár ismertek is, tehát valami, vagy zenészként, akár színészként, vagy bármilyen területről ismert idős emberek, mentek el
iskolákba osztályfőnöki órát tartani, hogy beszéljenek az időskornak a nehézségeiről, szépségeiről, arról a környezetről, amiben ők élnek. Fiatalok sokkal jobban megértsék a problémájukat. Ezért volt az egyébként, hogy két olyan irodalmi pályázatot is kiírtunk, ami elvileg nem a mi területünk, szociális terület. De mégis fontos volt, hogy azok az életutak, élettörténetek, amelyek az idős embereket, amelyet az idős emberek végigjártak, azok megmaradjanak a jövőnek. Ezért volt fontos számunkra, hogy az egyik pályázaton keresztül akár nemzedékek is közösen írjanak korábbi élethelyzetükről, második világháborúnak a szörnyűségeiről, az 50-es évek szörnyűségeiről, az 56-os forradalomról, vagy az azt követő megtorlásról, vagy bármiről, ami az életükben történt. És fantasztikusan sok pályázat érkezett, és az volt a nagyon szép ebben, hogy sok-sok fiatal segítette a nagyszülőt, dédszülőt a pályázatoknak a kivitelezésében, a gépekre vitelében. De ugyanilyen fontos volt, hogy üzenjünk a társadalomnak, hogy annak ellenére, hogy a házasságban biztos, hogy sok-sok nehézség van. Biztos, hogy igaz az, hogy a házasság Európai Unión belül, így Magyarországon is sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, de mégiscsak fontos megőrizni a házasságokat, és ezért a 40 éve vagy több, mint 40 éve házasoknak az életútját is sokan megörökítették, itt is több száz pályázat érkezett remek irodalmi műveken keresztül. És ugyanilyen fontos, hogy idén is kiírtuk most az életünk 2013-as pályázatot, én mindenkit bíztatnék, most jelentettük meg néhány nappal ezelőtt, hiszen nem csak díjazásban részesülnek ezek a pályaművek, hanem hogy tavaly is tettük, két könyvben, két kötetben ki is adtuk ezeket. És amit még szeretnék önöknek nagyon röviden még elmondani, hogy nyilván egészen más azoknak az élete, akik otthon, családban tudnak idősként élni, és egészen más azoknak az élete, akik valamilyen oknál fogva idős otthonokba kényszerülnek. Én nagyon sok ilyen otthonba járok, nagyon sok emberrel találkozom, azokkal is, akik őket gondozzák, ápolják, és azokkal is, akik oda kerülnek. És elképesztő élethelyzetek, életutak, és sajnos elképesztő nyomorult állapotok vannak helyenként szociális otthonokban, tehát nyilván nagy szerep hárult ránk az elmúlt 3 évben, hogy olyan pályázatokat írjunk ki új Széchenyi terven keresztül, amely ezeknek az otthonoknak a megújítását, felújítását, rekonstrukcióját, vagy akár újaknak az építését célozta meg. És éppen ezért örülök, bár most részben érinti csak, de mégiscsak egy sikeres pályázat volt az idős otthoni pályázat, vagy idős otthon mellett a Bélapátfalvi fogyatékos otthonnak a megújulása, hiszen közel 1 milliárd forintos pályázatból fog megújulni, és részben ez kihat az otthoni idős ellátásra, és ezt köszönöm Horváth László barátomnak. És ugyanígy, hogyha már pályázatokról beszélünk, akkor hagyd mondjam el mindenképp, hogy nagyon fontos az, hogy amit akár itt a városban most jelentettük be polgármester úrral, bölcsöde felújítási pályázat, amely 3 bölcsödét érint 350 millió forintért, sikerrel pályázott, és néhány hónapon belül remélem, hogy a felújítások is elindulnak, mert ez kihat a családokra, kihat az édesanyákra. És ugyanígy köszönöm és gratulálok Nyitrai Zsolt képviselő barátomnak is, hogy akár itt megyei jogú városként Egernek a város dobótérnek a felújítása, vagy akár az érseki vagyonkezelő, vagy az érseki palotának a felújítása, a vár felújításához, jó értelemben lobbizott, és a városért, a megyért tett, hiszen nyilván, ha Eger fölfele megy, akkor az fölfele húzza a Heves megyét is. És utolsó gondolatként ugyanilyen fontos volt a úgynevezett normatívák támogatása, vagy normatív támogatásoknak a változtatása is, hiszen aki idős otthonokkal foglalkozott az elmúlt években, vagy pedig valamilyen szociális otthonnal kapcsolatba került, az jól tudja, hogy 2007 és 2010 között a normatívák azok folyamatosan csökkentek. Csökkent a támogatás. Mi ezt a csökkenést meg tudtuk állítani 2010-től egészen
tavalyi évig, és ebben az évben mint a bentlakásos intézmények, mint pedig a nappali intézményeknél a normatív támogatás emelkedett, és remélem, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk folytatni. Én köszönöm szépen azt a lehetőséget, amelyet önök biztosítottak. Gratulálok önöknek ahhoz a sok-sok munkához, amit elvégeztek az elmúlt években, akár itt Egerben, akár Heves megyében, hiszen óriási feladat volt. Mondhatnám azt is sajnos, hogy sok-sok lemaradás is volt, és nem is mindig volt ez a megye, illetve ez a város kegyertje az előző szocialista kormányoknak, még hogyha a kormányzatban sok politikusuk ült a padsorokban, a székekben, de valahogy mégsem tettek annyit meg az elmúlt 8 évben, mint ami 3 év alatt megtörtént itt változásként. Én ezt gratulálok, az időseknek pedig köszönöm szépen azt az életet, azt a türelmet, illetve hát azt a példamutatást, amelyen eddig is élték az életüket. Jó egészséget kívánok önöknek. Köszönöm.